A legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei magyar örökségdíjas országos programban. Immáron 8. éve dolgozunk azért, hogy legyen zöldség és gyümölcs Magyarország minden balkonján, udvarán és kertjében. A következő videósorozatban a program kertművelői mutatják meg, mondják el, ők hogyan gondozzák kertjüket. A kezdőknek azért ajánlom, hogy vegyenek palántaföldet. Palántaföldben igazából szakirodalom szerint minden tápanyag bent van, ami elősegíti a növényeknek a meggyökerezésétől kezdve a kiültetésig a tápanyag szükségletét biztosítja. Aki még eddig soha nem ültetett, az paprikával, paradicsommal, gyógy- és fűszernövényekkel próbálkozza. Meg kell arra figyelni kell, hogy megfelelő talphőmérsékletet tudjunk a növényeknek biztosítani. A lakásokban most azért megvannak azok a 25 fokos hőmérsékletek, még fűtés van. Tehát megvesszük a palántaföldet. Most kérdés, hogy ki mibe fogja egyedi tártásrendszerbe, amikor egy vagy két magot teszünk egy ilyen pici kis tartóskába, vagy edényekbe rakja, és ott fogja szemenként lerakni másfél-két centikre a magocskákat, majd befedi a földdel, megöntözi, és ahhoz, hogy ki is keljenek, újságpapírt ajánlok, hogy tegyük rá, kétfajta verzió miatt, az egyik megfogja majd, tehát a párologtatást lekötjük, a másik meg a magok így is meg úgy is sötétbe, nincs fényigényük, addig még csiráznak, és még ki nem jön nekik a sziklevelük, nincs fényigényük, tehát takarjuk be őket. Ha naponta egyszer, vagy este, vagy reggel öntözzük meg. Többször nem szabad, csak egyszer megöntözzük. Vannak ezek a spritzkelők, amivel ablaktisztítóknak használjuk, azzal is át lehet öntözni a földet. És amikor kikeltek, ha tápkockába, úgymond tápkockába vannak, akkor megfelelő térállásban vannak. Van, aki egy ilyen tápkockás közegbe kettő darab magot rak be, paprikát, és ebből a kettőből, ha nem is kell ki mind a kettő, de egy neki biztos, hogy ott fog lenni. Van, aki majd két évben ez a kettes térállású paprikákat is így fogja kirakni, tehát nem fogja szétszedni. Az egyes térállású paprikák sokkal jobbak, én jobban szeretem. Amiket pedig vetőedényekbe vetünk el, annak lesz egy másik fázis, amikor ki kell pikéroznunk. Természetesen a pikérzásnál ugyanazt a talaj palánta földet nem muszáj használni, mert ott már be lehet keverni egy kis tőzeggel, mert akkor már nem kell olyan erős föld neki, mert ha kikerül, akkor meg egy másik közegbe kerül, amiben nem olyan morzsalékos, nem olyan sok tápanyaggal rendelkezik. Tehát elvileg a gyökereket is már stressztörő, segítjük nekik a stressztörő képességüket növelni. A paradicsomot és a paprikát érdemes elvetni. A paprika az, ha jó a mag, az 5
napon belül ki fog nekünk csírozni, ki fogja hozni a kis lomblevelét. A paradicsom sokkal hamarabb, az azért 3-4 nap alatt ki fog bújni a föld alól. A gyógy és fűszer növényeket szintén nagyon fontos ilyenkor elvetni kis vetőedényekbe, főleg a levélzöldséget, mert a levélzöldség az nekünk egész, nem is, azt nem is kell bántanunk, azt, amiben vetőedénybe raktuk, abban a vetőedényben egész éve nekünk meg is fog maradni. A gyógy és fűszernövényeket azt azért kiszoktuk ugyanúgy palántázni. A drazsírozott magokat, mert ugye kaphatunk drazsírozott magokat, annak kettő előnye van. Az egyik az, hogy megfelelően vannak már csávázva, úgymond betegségek, a legkorábban elkapható baktériumos betegség előtt elővédve vannak, viszont később kelnek. Tehát azt figyelembe kell venni, hogy később kelnek, mert először fel kell neki oldani a víznek azt a burkolatot, ami drazsírt, és csak utána fog nekünk kijönni majd a csirozni a növényket, tehát ők azért lassabban fognak kijönni. A betegségekkel szemben az első időben jobban vannak védve. Azt szoktuk mondani, hogy uborkát, az lehet előre csíroztatni. De ugyanúgy meg lehet csíroztatni előre a paprikát is, meg a paradicsomot. Az biztos, hogyha több évvel bezacskózott paprikamagot veszünk. Tehát az van írva, hogy mondjuk 2016-18-ba zacskózták be, és 2021-ig jó a mag. Ez már azért jó be van száradva. Ennél megcsinálhatjuk azt, hogy a vetés előtt egy nappal lereszelünk egy kis almát, csinálunk almás lepényt. Annak a levét szépen kicsavarjuk, és abba az almának a levébe berakjuk a magokat. Nehezebb beültetni, viszont az almasav az egy kicsit puhítani fogja majd neki a magházat, és könnyebben csízik. De ez csak az idősebb magokkal. A fiatal magokkal nagyon nincs értelme, mert így is meg úgy is megkapja azt a nedvességet, és az ki fog nekünk csírozni, és az jó fog lenni. Természetesen ugye nem vagyunk benne az acskókba, nem tudjuk, hogy mi, és előfordul az, hogy nem is előfordult, hogy 100 magból kikelt 15. Na most rá van írva minden kertészeti árudába eladott zacskókra, hogy a csira képessége milyen. Nézzük meg, ha azt írja, hogy 80-90%-os a csira képesség, akkor egy kicsit több magot tegyünk bele, mert akkor biztosan, azért biztosan lesz belőle magunk. Mást bent a lakásban nincs értelme előre kipikéroznunk, előre ki magokat elvetni, mert azok szóval a tenyész idejét nem befolyásoljuk. A paprikának, meg a paradicsomnak. A rátkét azt torbán vethetünk kis erejébe, mert az a balkonon az gyönyörű lesz, tehát azt meg lehet oldani. Vagy később ugye a káposztaféléket, azt szintén így ott bent vetőedényekbe bele lehet rakni. Más, most végig gondolom a kerteket, mást meg nem érdemes vetőedényekbe. Még egy, most gyorsan eszembe jutott, hogy a batátát. A batátát, az viszont igen, az ott bent azért azt a lakásba kellene megcsíroztatni, mert sokkal szebbek a batáták, akkor hogyha már egy kis hajtással és gyökérzettel rakjuk be a földbe. Az biztos, hogy sokkal jobb lesz, meg a padlizsán.
A padlizsánt is nyugodt lelkiismerettel el lehet magról vetni, mert a padlizsánt is tudjuk ugyanúgy palántálni, mint a paprikát. Tehát a padlizsán is szereti hagymát, azt is lehet, mert a vörös hagymamagot azt is lehet ott bent vetni, azt is lehet rendesen palántázni. Sőt, van olyan makói fajta hagyma, mag, amelyik nálunk például sokkal egészségesebb akkor a hagymánk, ha nem dughagymából rakjuk el, hanem ez a vetőerdényből kipalántázzuk a hagymát. Egészségesebbek lesznek. Tehát vannak növények, amit érdemes ott bent megpróbálni, de ahhoz tényleg figyelembe kell venni, hogy milyen a lakásnak a hőmérséklete. Ha közel tesszük a hőforráshoz, tehát ha csak elé tesszük a radiátornak, azt megforgatjuk naponta, tehát minden nap átfordítjuk most egyik oldala, másik oldala, akkor is van neki, akkor is kell, csak akkor meg a közepe nem kell ki rendesen. Tehát én azért ilyen kisebb vetőedényekben szoktam rakni, amit szépen ráteszek a radiátorra, aztán alatta van a tálca, tehát ott a radiátornak semmi baja nem lett, és ott keltetem ki. Tehát meg lehet ott is oldani. Ezt azért 2 éve így oldom meg, mert ugye tönkrement az üvegházamba a fűtési rendszer, ott viszont a kazánok tetején volt kialakítva nekik a hely, és azt a 25-30 fokos tartmeleget tudtuk nekik biztosítani. Fontos, mert ha hideg a föld, akkor nem fog kelni. Tehát ezt figyelembe kell venni, egy megfelelő hőmérséklet kell neki.